Új nemzeti agrárkamara létrehozása az egyik kulcsa a magyar mezőgazdaság jövőjének. Az újonnan alakuló szervezet ezentúl minden eddiginél nagyobb érdekképviseletre törekszik, itthon és az Európai Unióban is. Hangzott el szerdán este a Silver Majorban rendezett megyei találkozón. Magyarországon az 1990-es évek közepén létrejött agrárkamara újjáalakítása több szempontból is fontos a gazdálkodóknak. Az egyik ilyen terület az Európai Unió közös agrárpolitikájában való részvétel, melyhez a korábbinál erősebb civil háttértámogatás szükséges. A közös agrárpolitika fő kihívásai, így a világ növekvő népességének élelmezése, valamint a mezőgazdasági szektorból nyerhető energiatermelés a magyar mezőgazdaság számára is meghatározóbb feladat lesz. Egyebek között erről is szó volt a megyei agrárkamarai tagoknak szervezett gyűlésen. Nagyon fontos, hogy megmaradjanak az Európai Unió közös agrárpolitikai támogatásai. Sokan vannak, akik ezeket meg akarják szüntetni. Magyarország nagy haszonélvezője a közös agrárpolitika támogatásainak, tehát ebből minél többet sikerül megőrizni, annál jobban járunk. És a másik nagyon fontos szempont ebben az ügyben az, hogy viszont ehhez a támogatáshoz ne kapcsolódjanak olyan feltételek, amiket nem lehet, vagy értelmes módon nem lehet teljesíteni. Mondjuk, ha túlzott környezetvédelmi elvárásokat kapcsolnak a támogatás igénybevételéhez, akkor jelentős mértékben csökkenhet a magyar mezőgazdasági termelés és az élelmiszerellátás biztonsága. Itt utalt arra, hogy az Európai Uniós elképzeléseknek megfelelően sok területet kivonnának a termelésből. Ezzel viszont veszélybe kerülhetne Európa gabonatermelése. Így a most zajló közös agrárpolitika vitája még sok feladatot tartogat a magyar szakembereknek. Nagyon-nagyon küzdünk azért, hogy öntözésfejlesztésre értelmes feltételek mellett lehessen igénybe venni a támogatást, hiszen Magyarországon a klímaváltozás, az éghajlat melegedése azzal a következménye jár, hogy sajnos úgy tűnik egyre gyakrabban vannak aszályos éveink, és ez ellen az öntözés fejlesztésével kell küzdenünk. Most sajnos egyelőre a tervezett szövege úgy néz ki, hogy ebből az következne, hogy új öntöző berendezéshez már nem lehet támogatást igénybe venni, csak a meglévőnek a felújításához. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar érdekekkel, tehát küzdünk, és most azt remélem mondani, hogy jól állunk, tehát úgy tűnik, hogy el fogjuk tudni érni, hogy új beruházásokhoz is igénybe lehessen venni majd a vidékfejlesztési forrásokat. Az uniós parlamenti viták magyar érdekeket is érintő fontos kérdése még többek között a megújuló energiaforrások hasznosulása, amiben a nyugati országok termelői sokkal előrébb járnak. A megújuló energiáknak az alkalmazása a mezőgazdaság számára, illetve általában a vidéki térségek számára óriási új lehetőségeket kínál, olyan jövedelmek megszerzését, amiről eddig lemondtunk. Például Nyugat-Európában már egyre többen az állattartás során keletkező trágyát biogáz előállítására használják, és ezzel hatalmas nagy kiegészítő jövedelmekre tudnak szert tenni. Vagy például a mezőgazdasági melléktermékeket, hulladékokat, gabonaszárat, szárítói hulladékot, olcsút használnak föl fűtésre, ami szintén a termelőknek a jövedelmét növeli. A megyei kamarai találkozón Czene György, a Magyar Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára az idei támogatások kifizetéséről is tájékoztatta a résztvevőket. Mint mondta, a területalapú támogatások 50%-át, mintegy 140 milliárd forintot már kifizettek a gazdálkodóknak. A támogatás másik felét jövő januártól várhatják a termelők. A megyei gyűlés legfőbb napirendje a Magyar Nemzeti Agrárkamara újjászervezése volt, melyet az augusztusban életbe lépett új agrártörvény kötelezően ír elő. Ennek alapján november 30-án befejeződött a tagfelvétel. Bár az adatok feldolgozása még nem teljes, ismereteink szerint a megyei szervezet már most 24 ezer taggal számol. Olyan széles érdekeltségi alapon alakul újjá ez a új nemzeti agrárkamara, amiben részt vesznek ugye termelők, növénytermesztők, állattenyésztők, aztán feldolgozók, illetve ezek beszállítói, a termelésnek az input anyag beszállítói. Gyakorlatilag három nagy csoportra bomlik, és ezen belül 15 kamarai osztály jön majd létre. Gyakorlatilag ezeknek az osztályoknak az lesz a feladata, hogy a szakmai kérdéseket önállóan külön kezeljék, speciálisan arra a szakterületre vonatkozóan.
Az új Agrárkamara megyei szervezete is 15 főből áll majd. A kamarai tisztségviselők megválasztására jövő év március 31-ig kerül sor.